az anyacég már akkor is a kormány oszlop üzletben egy hmm. nagyon vezető ö, szereplő volt. Ez a mai napig ö, a világvezető vezető szállít, beszállítója ezen a területen, de, de elektronika szoftver területén semmi, semmi nem volt. És ebben az egészben az volt a nagy, nagy, kihívás, hogy hogy az anyacég elhatározta, hogy Budapesten fogja fölépíteni ezt a, ezt a kompetencia központot. És ez a mi feladatunk volt. Én voltam az első villamosmérnök a csapatnál, addig járműgépészek voltak alapvetően, és, és föl kellett venni azokat az embereket, akik ezt, ezt meg tudták csinálni, létre kellett hozni azt a tudásbázist, hogy, hogy tudjunk ilyet fejleszteni, és párhuzamosan ment a, a termékfejlesztés, a folyamatfejlesztés, a, 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 toolchain, a, a fejlesztő eszközöknek a, a fejlesztése. Valaki ezt úgy fogalmazta meg annak idején sok évvel ezelőtt, hogy ülünk egy trabantba, padlógázzal megyünk az autópályán, és közben szereljük át az egészet egy Mercedes. Annyit, hogy lassít. kívülről nem látszik, hogy egy ilyen egyszerű eszköz, mint egy szervukormány, hogy jobbra tekered, jobbra megy, balra tekered, balra megy, az mennyi csak, csak szoftveres tudást kíván meg magunknak. Ebben maguk, van körülbelül félmillió sor, Igen biztonságkritikus volt. mód. igen, De ez nem látszik kívülről, igen. Mert, mert, a felhasználás az tényleg ennyit Igen, tehát kívülről kívülre egy kormánykerék és két darab kerék látszódik, ami, is. ami mozog. Igen. Sokszor diákodnak is a előad, előadást mondom, hogy igen, Marha egyszerű, barra tekerem, jó. Barra... Nem is, hogy egy mindig csernek, ez igen. Le, És ebben ez a, kuc, mindig. Az a kuc, hogy mindig. Minden, mindig. minden körülmények minden között minden ezt kell csinálni, és nem nem csak akkor tekeredik, amikor, mi akar. Tehát amikor a vezető akarja, semmi más és esetben nem jellem. szabad. Ezt a képet mutatta, mutatta volna nekem valaki, az akkor nem mondtam volna, hogy ez például egy mérnök kifejlesztő irodának a valamelyik része. Ez nem annyira a standard. És Mindegyik kávézónak más-más. Van amelyik egy sivatagi ö, ö, környezet, van amelyik egy, egy mars, űrállomás. egy dzsungel környezet. Van egy környezet, rengeteg gyönyörű szép növényel. Úgyhogy úgy, tényleg érdekes. Úgy le lehet lazulni azért. Így van. A a nagyon sok le lehet menni, képerés és, után. De sok esetben ezeken a helyeken a beszélgetések során nagyon-nagyon hasznos információt cserék lenne, amelyeket nem lehet folyamatokkal szabályozni és, azért jó ezek, és, és azt gondolom, ez az agilis fejlesztésnek, és az agilis munkamódszernek egy nagyon fontos része, hogy az információ áramlás az Miért a spontán módon is működjön. Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a Behind the Blueprint újabb adásában. Uh, és most négyen vagyunk itt a stúdióban. Méghozzá azért, mert a Tiszen kruktól érkezett két vendégünk, a dr. Naszáros László, aki a Veszprémi Site Manager. Szia, Laci. és Isocki Attila, a, akinek a titulus a Head of Projects, erről majd beszéljünk, hogy ez mit is jelent, mert ez ilyen nagyon szépen át akar mindent. Igen. sziasztok. sziasztok. És itt van Dávid is. Sziasztok! Ez a Projects, ez valóban elég általánosnak hangzik. Igen, tehát ugye a titulusom az, hogy Head of Projects, de valójában Head of Projects Ceps. Na, ez még bonyolultabb. Alapvetően, hogyha magyarra fordítjuk ezt a, ezt a pozíciót, magyarul azt jelenti, hogy üzletágvezető, és méghozzá Ceps üzletágnak a vezetője. Na, és akkor most elmondom, hogy mi az, hogy Ceps. Tehát a kormányrendszerénket, gyakorlatilag kétféleképpen, vagy a kormány szervó elrendezésüket kétféleképpen valósítjuk meg. Az egyik, amikor a lent a fogaslécen van a rásegítés, a másik elrendezés, meg amikor a kormány oszlopra kerül a rásegítés, ami ugye az utas térben helyezkedik el. Sejtem, az... hogy az a CS talán már a Igen, utal, így és így akkor... van, Na, van, van. És meg és meg akkor, az egyik nincs. üzletek kell ágaz a rekkepaszt, tehát az a reps, a másik üzletek pedig a kolumepaszt, ugye a ceps. És ugye Budapesten én vagyok az üzletágnak a vezetője gyakorlatilag én vagyok az üzleteknek a reprezentatívja itt Budapesten, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ügyfélprojektekért vagyok én felelős. Tehát azért Head of Projects mert gyakorlatilag akik velem dolgoznak kollégák, ők projektvezető kollégák, és az ügyfél projektekért vállalnak felelősséget, azokat a projekteket viszik el, az első kapavágástól gyakorlatilag, ha szabad így fogalmazni, egészen a, a sorozatgyártásig, illetve nem csak a sorozatgyártásig, hanem gyakorlatilag a sorozatgyártásig. Teljes Igen, úgy, úgy hívjuk az egyiket, hogy SOP, másikat még az endokratás sem, like, okay. bocsánat, így a, ugye ezek a szakmai a podcastnak termírus, technikusok. a Szakmai podcastnak a az elején, úgyhogy ezek beleférnek bőven minden fejlesztésre mérnök feje fölött lebegő pallos, a szászópé. Igen, pontosan. <laughs> És itt a, az osztópra szerelt szervó, az egy kifutó termék, vagy annak ugyanúgy megvan a piaca a rekreszerelt mellett? Ugyanúgy megvan a piaca. Itt alapvetően e, különböző autókról, különböző méretű autókról beszélünk. Ugye a nagyobb mérete autóknál erőszetette használják ugye a rekkes megoldást, jóval nagyobb nyomatékokat kell kifejteni, ugye, stb. stb. A másik elrendezés azt inkább a kisebb autókba szokták használni. Ami kisebb autók, ugye jóval kisebb nyomatékot kell kifejteni, ugyanakkor viszont a darabszám jóval nagyobb szokott lenni. Uh -huh. a piacon. De persze a cepsnél is, tehát a CEPS cepsüzletákban is van high torque, tehát ugye olyan megvalósításunk, olyan ö, ö, megoldásunk, ami nagy nyomatékot képes kifejteni, de inkább részt a kisebb autókba kerülnek be ezek a, a rendszerek. Akkor azért egészen mások az elvárások, a, a, vagy hát mennyire mások az elvárások, hogy Igen, nagyon szemben. jó kérdés. E, alapvetően ugye egy e, e, elrendezésnél, ugye ott figyelme kell vennünk a környezeti hatásokat. Ugye ott van a motortérben, olajéri, sáréri, mindenféle környezeti hatások. A Kormány oszlopos elrendezésnél, ugye, ami, ami, sokkal szignifikánsabban megjelenik, ugye a zaj és az ilyen rezgések, amik megjelennek, hiszen mivel az utastérben van az egyből ugye a sofőrnél, vagy ugye az utastérben az ülők, a, tehát az ülőket rögtön zavarja. Tehát alapvetően zaj és rázás szempontból Nálunk sokkal erőteljesebb követelmények vannak, míg a, a, a rekkes megvalósításból talán kevésbé. Környezeti szempontból a mi követelményeink talán egy picit alacsonyabbak, ott pedig a környezeti követelmények sokkal erősebbek. Milyen érdekes, ha. hogy... Bocsánat, hogy megszekítőlek, Dávid, csak én így, uh, hogy is mondjam, a foglalkozási ártalom nálam, hogy az akusztikára így fölkapom a melyem, hogy mert én azzal foglalkozom a mindennapjaimban, uh -huh. és tök érdekes számomra, hogy a ugye, hogyha a rekkes lps re gondolunk, akkor az azt egy nagyobb autókhoz, általában nagyobb kategória, magasabb akusztikai elvárások kvázi, és pont, hogy ott a reknek vagy a magának az LPS rendszernek ott van a kevesebb akusztikai elvárása, mert hogy az... Azért átkezdem. a egy elég jó hang. hát igen. igen azért igen. a régi trükk az megvan, hogy a sepényére megnézzük, hogy akkor kopog valami, úgyhogy ez, ez persze átviszi az a, a zaj, de magát a, Gondolom a motornak a szigetelés azért egy kicsit máshogy működik. Hát egyrészt meg ugye a belső égésű motor rezgései meg zaja azért, Persze. amellett ez ugye valamelyest eltörpül, hogyha úgy Igen. nézzük. Szóval. De Igen. majd az elektromos autóknál és a a motortér az egyébként nálatok is mínusz 40-től 125 fokig tart, és ott, ott van a teljes 125-nél. Igen, és azt is tudjuk egyébként, hogy elektromos autók esetében ezek a zajkövetelmények sokkal-sokkal erősebbek, hiszen ugye ott a belső égési motornak a zaja nincs jelen. Minden más jobban hallunk, igen, amit addig nem hallottunk. Igen, ami eddig igen. ugye ápolt és eltökélt. <laughs> nincsen, igen. Bizony. Nagyon látszik, hogy itt ilyen, ilyen műszaki beállítottságok vagyunk, mert hogy amúgy alapvetően ennek a podcastnak a témája az nem a, nem, nem kimondottan a, a, a műszaki a, a érdekességek, amikkel a Tiszen foglalkozik, hanem egy kicsit a cégkultúra, mert hogy ez nagyon érdekes volt. De ha már így Attila veled beszélgettünk kicsit a, a cégműveletet szerepedről, akkor a, Laci légy szíves, kicsit te is mutass be, hogy ez a Veszprémi Site Manager pozíció, és ugye neked van egy University Relations része is a, 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 titulusodnak, ezek pontosan mit jelentenek nekik ezek, hogy itt takozódnak be a cégbe? Hát a Westbury Site Manager az elég egyszerű, a Westbury <laughs> csapatot irányítom, építem inkább azt mondom, és ez kapcsolódik a korábbi feladataimhoz, én elég sok pozíciót betöltöttem már a lassan 20 év alatt, amit eltöltöttem a, a cégnél. Kezdtem a szoftver csapatnak az építésével, aztán utána jó darabig a hardware irányítottam. A szoftvercsapat azt, hogy mondom, hogy a kezdetben az egy kis csapat volt, tehát az még aztán később egy osztályá vált az is. És aztán az utóbbi Körülbelül két-két és fél évben pedig a Veszprémi csapatot építem, most már ott is egy elég szép létszámú csapatot sikerült felépíteni, és emellett, amiatt, hogy ezen húsz évet előtt, amit itt eltöltöttem a cégnél előtte, közel húsz évet a műegyetemen oktattam, ezért elég jó a... a, a, a <laughs> Adta magát igazából. Különböző a, egyetemekkel a, 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 a kapcsolatrendszerem is, és, és, és így alakult ki ez a... Ez, ez, a pozíció, hogy, hogy tulajdonképpen az egyetemekkel én tartom a kapcsolatokat. Ez nem igaz egy személyben, mert nyilván ez mindig egy, egy sok szereplős, de, de talán én fogom össze ezeket a tevékenységeket. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez is egyre izgalmasabb a, 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 a ez a pozíció. Úgyhogy ahogy, ahogy bővülünk, egyre több fajta területre terjeszkedünk, ott a fejlesztésen belül is egyre több egyetemmel és egyre mélyebb kapcsolatokat építünk ki. Magyarország Egyetemekkel elsősorban, vagy van külföld? Igen, Tehát elsősorban, itt, van, 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 elsősorban van, Magyarország Egyetemekkel. Van, elsősorban Magyarország egyetemek. Nyilván itt a, 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 a Budapesti Egyetemek, itt, itt, elsősorban a Műegyetem, meg, a, meg az Óbudai Egyetem, aki akik két, talán leginkább a fontos partnerünk, és aztán Veszprémen, ott a Pannon Egyetemmel, most nemrégiben nyitottunk Jogja, egy irodát Szegeden, Aha. ott a Szegedi Egyetemmel is építjük ki ezeket a kapcsolatokat, úgyhogy, úgyhogy ez is egy, egy izgalmas terület. És te mint akkor Veszprémi Site Manager, mennyi időt töltesz Veszprémben, és mennyi időt töltesz Budapesten, Változom. nem mennyi időt Lichtensteinben? Lichtensteinben most már keveset. Lichtensteinben akkor töltöttem, hát. akkor utazgattam viszonylag sokat amikor, amikor amikor még ezen két osztály vagy a szoftver vagy a Hardware osztály egyikét hát. vezettem akkor, akkor viszonylag gyakran, mostanában már ritkábban fordul elő. Veszprémnek a, a, feladata is elsősorban Budapestről egyengetem, tehát igazából, mm. ha úgy tetszik, akkor én vagyok itt a, a csapatnak a helytartója Budapesten, tehát, <laughs> és, 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 vagy szószolója, vagy mm. nem is tudom, hogy hogyan fejezzem ki. Tehát, és, és innen próbálom megteremteni az, azokat a, a lehetőséget és azokat a körülményeket, hogy, hogy ott minél jobban fejlődjön a csapat. Veszprémben mm. hányan vagytok? És jelenleg körülbelül 50 vagyunk. Azért Szoftverfejlesztők, szoftvertesztelők, és most már néhány hardware fejlesztő is van. Mikor indult a Veszprémi site? Ö, 2021 elején. Az, az egy szép növekedés azért. Igen, így, igen. Egy, igen bázi, hát két év alatt azért most már itt az igen, év végén vagyunk igen, erősen. 2020. És, és szerencsére, 2020 és sok mindenben Próbáljuk lemásolni az egész szének a történetét. Ott is az egyetem területén vagyunk volt, tehát az egyetem területén bérelünk egy, egy irodát, és ez, ez jó emlékeket ébresz meg uh -huh. a, a régi időkből, amikor, amikor még mi is a egyetem Hát ez milyen jó átkötés? Én ennél, ennél szerintem is sem csinálhattam volna, mert hogy pont a, a, először szeretnék egy kicsit. Múlt, múlt adásunkban nagyon fókuszáltunk arra, Szepesi Imrével, hogy hogy is indult az egésznek a legeleje, ott azok a legelső, a három doktorandusz, aki, aki alapította a, a, a Tiszent Magyarországon. De Utána hogy indult, hogy kezdett növekedni a cég? Milyen volt az, az időszak? Te ugye 2003 ban 2003 ban -ba csatlakoztam a, a céghez, akkor még mindig egy, hát mindez a stúdió körül egy ekkora irodába helyezkedett el a cég, és, és, a, és a, kommunikáció úgy nézett ki, hogy átkiabáltunk a szomszéd asztal, hogy Pisti, hogy is van ez, és, és akkor így, hát mind, mindegy startup, tényleg, tényleg úgy indult az egész. És, és akkor már eltelt azért az első néhány év nagyon sok jó eredményt hozott létre a, a, ez a csapat, de de megfogalmazott az a cél, hogy most már kéne kezdeni terméket fejleszteni. Tehát uh -huh. nagyon sok ilyen rapid prototyping módszerrel autóba sok mindent ki lehetett próbálni, de de még támul voltunk attól, hogy hogy, hogy egy terméket a komplet termék volt, akkor nem volt még nálatok nem az sőt első első Körben a cél az az volt, hogy az elektronikát megveszünk egy beszállítótól, a szoftver alaprészeit megveszünk egy másik beszállítótól, és igazából csak a, a felső applikációt, a kormányalgoritmust, kormányzási algoritmust azt ö, csináljuk, és az egész rendszer integrációt valósítjuk meg. Ez volt az eredeti elképzelés, és hogy ezt majd egy olyan 50-100 fős csapat ö, meg fogja tudni csinálni több projekt esetén. És aztán ez elindult, és tényleg ezt kezdtük fölépíteni, és aztán 2007-ben volt egy nagyon fontos mérföldkő, akkor nyertük meg az első fejlesztési üzletet. Egy számos BMW volt, így van, Igen. ezt gondolom a SEPI is említettem. Igen. Hát azért ez az egy, nagy, az egy nagyon nagy áttörés volt, és egy nagy boldogság volt, és, és ez... Ez egy sikeres sztori volt, mert három évvel később ez gyártásba is. A bizonyos SOP az... Az első SOP, hát igen, az, az azért egy nagy dolog. És azért az, hogy ez egy prémium autóba volt, az, azért ez is sok mindent meghatározott. És előtte egyébként a Tiszenen belül elektronika gyártásra és ilyen jellegű termékek szerelésére, készítésre meg volt a kompetencia. Semmi. E, azt, hogy... hogy mondjam, az anyacég már akkor is a kormány oszlop üzletben egy hmm. nagyon vezető. Ö, szereplő volt. Ez a mai napig ö, ö, a világvezető vezető beszállítója ezen a területen, de, de elektronika szoftver területén semmi, semmi nem volt. És ebbe az egészben az volt a nagy, nagy, kihívás, hogy hogy az anyacég elhatározta, hogy Budapesten fogja fölépíteni ezt a, ezt kompetencia központot, és ez a mi feladatunk volt. Én voltam az első villamosmérnök a csapatnál, addig járműgépészek voltak alapvetően, és és föl kellett venni azokat az embereket, akik ezt, ezt meg tudták csinálni, létre kellett hozni azt a tudásbázist, hogy hogy tudjunk ilyet fejleszteni, és párhuzamosan ment a, a termékfejlesztés, a folyamatfejlesztés, a, 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 a toolchain, a, a fejlesztő eszközöknek a, a fejlesztése. Valaki ezt úgy fogalmazta meg annak idején sok évvel ezelőtt, hogy ülünk egy trabantba, padlógázzal megyünk az autópályán, és közben szereljük át az egészet egy Mercedes-t. Annélkül eh, lassítok, lassítok. Azt A rá. szereljük, el. most így ez egy három éves projekt volt, akkor hirtelen nem tudom, milyen kihívás terméket megtervezni, vagy a beszállítaláncot felállítani, elektronikát tudjon gyártani a cég, mert azért az is egy... Az első projekt, az első projektnél még nem, az elektronikát nem mi fejlesztettük, azt ja. egy beszállító hmm. ö, szállította, akkor még inkább az a modell volt, hogy hogy a szoftvernek a felső rétegét És aztán hmm. kiderült, hogy ez a modell ez nem jó működik. Ugye volt egy erős beszállító, egy erős vevő, és, és mi kezdők kettő közül beszélgettünk. Nagyon hmm. nehéz volt így profitot elérni. Ugye ez azért egy, egy, hát nem elhanyagolható szempontos szempont igen. Történet. És aztán elindultunk abba az irányba, hogy, hogy jó, de hát, de hát itt rett, nagyon jó mérnökeink vannak, vegyük át a tej, először a teljes szoftverfejlesztését, a beszállítókat szépen leépítettük, majd utána, és egyébként ez is kapcsolódik a műegyetemhez, mert, mert egy műegyetemi spin céget vásároltunk ki, aki az alapszoftver fejlesztésben Há. volt nagyon jó. És a következő lépésben meg a hardware fejlesztés vettük át teljes egészében. És aztán így szép lassan egyre több a feladat lett, és az, az, a, az, a, az a modell, hogy hát ezt majd így 150 ember, minden, sok projektet és hát szolgálni, ez eléggé borult, mert egyre több mindent ö, vettünk magunkhoz, és, úgy tűnt, hogy, és és azóta is úgy tűnik, hogy, hogy ez a működőképes modell ebben az esetben. És... és Ekközben nagyon sok minden alakult. A, 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 az az összes know-how, ami a cégnél összegyűjtöttünk, kialakítottuk az eszközparkot, a tesztelési infrastruktúrát, az, azért az egy hihetetlen. Az autóiparban Ez a, a minőségbiztosítás igen, igen, a tesztelés az, az azért a kulcsa mindennek. Tehát mi... hát azért a kormány egy relatív kritikus eszköz az, az, autóban, szóval az nem árt, hogyha az ki van kormányban. Igen, igen. igen. világnak ugye a talán eszenciális eleme talán a tesztelés, hogy megbizonyosodjunk hogy tényleg biztonságos, amit kiviszünk az útra. Ugye ráadásul nagyon nagy darab számban van jelen, tehát még egy picike kis hiba is akár óriási problémákhoz vezethet. Tehát ilyen szempontból tényleg egy, egy, alapja az egész terméknek az, hogy megfelelően legyen tesztel, mielőtt kikerül a közútra. Azt, Azt szoktuk ott... mondani, hogy sokkal inkább biztonságkritikus, mint a fék, mert ugye az út sokkal keskenyebb, mint amilyen hosszú. <gül> igen. <gül> igen. Hát ez egy nagyon jó megfogalmazás, az biztos. <laughs> Rá... Ez nem egy verseny, szerintem. <laughs> Kibiztonságkritikusabb, de... de... Lehet, hogy legyen mind a kettő rendben az autókban, és akkor mindenki, és akkor mindenki nyugod. Szokott működni mindkettő. Igen, igen. Mondjuk úgy, igen. Um... Azt jelentett, hogy itt startupos mentalitás volt az elején itt a cégnél. Attila, hogy később érkeztél. Mennyi maradt meg ebből? Mennyit éreztél ebből? Igen, én 2018. januárjában kerültem ide a céghez. Ugye a vezető pozícióba kerültem rögtön egy másik multiból. Talán az első élményem az a a cégben lévő kultúra, meg az atmoszféra, amikor így megcsapott ugye, egy másik e, múlt is kultúra után. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni magamba, így így még talán most is, nem csak magamban, hát így, így szoktam mondani, hogy nagyvállalati környezet, startupos hangulat. Mm. Ugye mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy e, nagyvállalati környezet azért, mert ugye a folyamataink megvannak, muszáj meglenni a biztonságetikus környezet miatt, illetve hát amiatt is, hogy Ugye kapcsolódnunk kell egy autogyártóhoz, ugye folyamatokban is, interfészekben is, és ugye a gyártást be kell indítanunk, a sorozatgyártásnak kell működnie. Ugye ez másképp nem tud működni, tehát ezért nagyvállalati környezet. Ugyanakkor ez a hangulat, ami egy startupra jellemző, hogy mindenki mindenkit ismer, bárki bárkihez oda mehet egy kérdéssel, akár technikai, akár programokkal kapcsolatban, akár akár magánjellegű kérdésben is tényleg, oda mehetünk egymáshoz, nyugodtan lehet beszélgetni nyíltan, ö, akár céges témákról is, illetve amikor egy, ö, egy, egy, event van ugye a cégnél, akár legyen az egy karácsonyi, akár egy, egy, nyári, vagy akár csak egy, egy, egy csapatépítő, bármi, bárki, bárki ez oda mehet. Nincsenek tabuk, úgy mondtad, megtartani ez ez ezt ez a nyitottságot a, ugye a, személyi növekedéssel, mert azért most már nem hárman dolgoznak a, a, iszennél, hanem több mint 1200-an, hogyha nagyságrendileg azért ez egy ez, ez azért egy jó nagy százalékos növekedés. Hogy tudtad megtartani akkor ezt a nagyon jó hangulatot? Ez a légkörű benne van az egész budapesti lokációban gyakorlatilag, ez a managementben is, tehát a management mindset, hogy szabad így fogalmaznunk, gyakorlatilag ez is ez, hogy bárki bármikor oda jöhet, Akár hogyha egy, egy sörözésen vagyunk például, ott is gyakorlatilag együtt sörözünk egymással, egymással együtt játszunk egymással. Hogy a menedzsment keveri a koktélt. Igen, vagy a menedzsment keveri a koktélt, <laughs> de Ez egy a... konkrét példa. De igen, de igen, de igen. A legutóbbi karácsonyi ünnepségünkön, ami június 24-én volt, hogy a COVID miatt sajnos el kellett tolnunk, de legalább 24-én, igen, nyári Mikulás, ott konkrétan a menedzsment keverte a koktélt a kollégáknak. Azért az, az, egy, az egyfajta csapatépítés, az Igen, biztos. Ez, 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 tehát gyakorlatilag ezt a fajta... Ez elég sok nyitot... tud azért ilyenkor. Igen, tehát ezt a fajta nyitottságot is és próbáljuk is sugározni a kollégák felé, bárkinek bármi problémája van, jöhet nyugodtan. És egyébként ez, ez e, talán, hogyha egy a Covid-ra visszagondolok, egy nagyon-nagyon pozitív e, hogy is mondjam, nagyon-nagyon pozitív élmény volt a menedzsment számára az a fajta üzenet, hogy kollégák, bárkinek bármiféle problémája van, ugye nagyon sok home office e, e, volt ugye a COVID alatt, ott azért elég sok probléma e, ki tudott jönni, bárkinek bármi problémája van nyugodtan jelezhette, azt is megpróbáltuk ezt megoldani, akár egészségügyi, ugye a COVID-dal kapcsolatosan. Tehát nem akár... volt egy egyszerű időszak senkinek azért ilyen szavakkal. És nagyon sok segítséget próbáltunk így adni a kollégák felé is, hogyha valakinek... E, Akármi közben jön, akkor akkor a támogatásunkat tudjuk biztosítani. És ez a nyitottság, ez így a magyar lokációs sajátossága, vagy a külföldiekkel is hasonló jó kapcsolatot ápoltok? Hát a magyar lokációs sajátossága mindenképpen, én azt gondolom, hogy összehasonlítva egy másik multihoz azért a külföldi kollégákkal is elég nyitott és közvetlen a viszonyunk. Tehát ezt azért úgy is próbáljuk meg megtartani. Annál is inkább azért tudjuk, hogy az autóipar azért egy eléggé... Hogy is mondjam, hát így, hogy szabad ezt a közhelyet használunk pörgős, uh -huh. nagyon gyorsan változnak a dolgok, viszonylag rövidek eh, a ciklusidők. Csak úgy tudjuk ezt eh, megoldani, hogyha nyitottak vagyunk egymással, és elmondjuk a problémákat, megpróbálunk arra közösen eh, megoldást találni. Én azt gondolom, ez részben annak is köszönhető. Most az nyilván nem működik, hogy mindenki ismer mindenkit. Tehát ekkor a csapatnál saj, az... saj, Sajnos ez már nem működik. Vissza. De a, a cégvezetésnek egy jelentős része a, 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 az, az végig ott volt a. A, a, a cég fejlődésénél. Tehát többen vannak olyanok, akik diákként kezdték a cégnél, és ma osztályvezetők vagy vezetőfejlesztők, és ezért örökítették ezt a fajta hangulatot a, a környezetükbe. A, a, a ugye ez több, több szempontból is előnyös, mert hogy egyrészt ők ugye átörökítik ezt a hangulatot, ami nagyon nyitottá teszi a céget, másrészt meg azért valószínűleg egy, egy tök jó perspektívát mutat a, a most ott dolgozóknak, hogy igen, hogyha hm. valaki elkötelezett a cég iránt, akkor egy szép karrieret tud és a mai napig rengeteg diákunk van szerencsére. Tehát az, ez, továbbra is megtartott. Hát neked köszönhetően a... egyetemi a... kapcsolatok jól működnek ezek szerint. Nem csak Igen. nekem köszönhető. Hogy, hogy mondjam, nagyon hízelegne nekem, hogyha... Ha, ha, ez rajtam múlna csak, de, 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 szerencsére nem csak rajtam múlik, hanem, hanem, hanem egyszerűen szeretnek az emberek, a kollégák, diákokkal dolgozni, és, és tényleg sok esetben ha egy régebbi diák ott dolgozik a cégen belül, és jön egy új kollega, nem biztos, hogy tudja, hogy az illető egy kollega, vagy egy diák, mert mm. annyira benne van a Aha. csapatban, és annyira együtt dolgoznak, hogy, hogy, hogy van úgy, hogy mint egy fél év után, ja, hogy te diák vagy, és közben lehet, hogy már ő egy, egy adott területnek már már valamilyen felkent szakértője. És nagyjából hány gyakornokot szoktatok alkalmazni csoportonként, hogy hány főállású mérnök lőtt egy gyakornok? Hát én azt to... gondolom, hogy ez a nagyságrend igen 10 a nem, az a így, így legyen. 100 120 fődiák biztos, hogy dolgozik a cégnél. Mm. Nem tartunk, vagy nem tudok róla, és a hár biztos tud <laughs> <laughs> pontos hát azért 10 százalék az elég komoly. De ez a rá az egészségesnek is. És ez már ezt tudnak adni, hogy egész sok figyelmet is már van a diákunk. Igen. Meg itt szerintem ebben a cégkultúrában, hogy ilyen nyitottak vagytok, én hasonló cégnél, dolog, egy fakadó cégnél, dolgozom, és ott is hasonló egy kicsit a történelem. Itt nem benne van az, hogy, hogy ti, akik már régebbi motorosok vagytok, azért vezetősében ismertek egymást, köztetek megvan ez a baráti, jól kialakult viszony, és hát a, a vezetőség, mint modell, azért nagyon könnyen örökíti ezt a fajta viszonyulást, hangul, hangulatot a többiek számára, és nekem is ilyen élményem volt, amikor egy ilyen cégbe bekerültem, hogy kicsit féltem a múlt is környezettől, hogy ez majd én rideg lesz, meg nem tudom, és ehhez képest, amikor belecsöppentem a mély vízbe, és kellett különböző, akár teljesen idegen kollégákkal interaktálnom először, mindenkivel szemben azt éreztem, hogy ő nagyon szívesen lát engem, és várja gyakorlatilag együtt dolgozhassunk, és támogatni akar, és nem pedig csak pup vagyok a hátán az újabb problémámval a napi terhe fölött, úgyhogy nagyon jó, hogy ezt meg lehet tartani még ekkor a létszámnál is, és tök jó, hogy több példa is van erről. És igen. Ami, ami, szintén megmaradt az, hogy ha bejön egy új, belép egy új ember, és segítséget kér valakitől, akkor a legtöbb ember fogja magát félreteszve, ami éppen dolgozik, mm -hmm. ha csak az éppen nem olyan, hogy nem lehet abba hagyni, és, és neki áll segíteni az új kollégának. És ez rettentő sokat számít. Hozzáállását rögtön busztolja annak, igen, aki, aki igen, éppen kezd, igen. És, és amúgy meg szerintem még produktivitásban is hozhat az a cégnek, mert hogyha mielőbb tud Jó, így, egy, egy új munkavállaló, egy mielőbb egy, betonul, teljes mértékben igen, a feladat, annál gyorsabban tud értéket hát Meg azt érzi, hogy fontos, amit ő csinál, yeah. és akkor megkapja azt a figyelmet, ehhez kell. Abszolút. Abszolút. Igen. Illetve ugye az is fontos, hogy Budapest Budapest, amikor Budapestre beszélünk, ugye nem csak Budapestre, hanem Veszprém és Szeged. Hát, hát a hazai organizáció. Hazai Úgy tekintünk magunkra, mint e center. Tehát mm -hmm. amikor centrumról beszélünk, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hardware és szoftver fejlesztésben mi vagyunk a kompetensek a Tiszenkruppon belül. Tehát ez azt is jelenti, hogy ha van egy technikai problémánk, akkor gyakorlatilag senki más nincs, aki ezt megoldja, csak mi. Ilyenekkel nem tudunk kimenni ugye a, a, a külföldi vezetőinkhez, mert ők jönnek, hozzá, jönnek, hozzánk. Talán, igen, ők jönnek hozzánk vagy, vagy visszaküldenek. sőt ugye az új kollégákat ők küldik ide betanulni kintről, mert hiszen a kompetencia itt van meg. Ez hogy alakult amúgy ki, hogy ö, ti ebben pontosan ezt a kompetenciát tudtatok itt megszerezni a hazai a portfólióba? Ez ti szereztétek be kvázi, vagy pedig az anyacéggel együtt lett ez kialakítva valamilyen szinten? Ö, az anyacégnél nem volt ez meg, uh -huh. Aha. Ugyanakkor az látszott, hogy, hogy, el kell indulni ebbe az irányba. Tehát az anyacína az a stratégiai döntés megvolt, hogy, hogy el kell indulni az elektromechanikus szervok irányából, a, 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 pusztán mechanikus vagy, vagy hidraulikus szervoktól. És, és itt volt ez a lehetőség, hogy Budapesten ezt, ezt elkezdik fölépíteni, és, részben stratégiai döntés, részben pedig, pedig, szervesen így alakult a, a, fejlődés, a cégfejlődés története során, hogy, hogy, hogy először a, a, kontrollalgoritmus, aztán a, a, a teljes szoftverfejlesztés, aztán a hardwarefejlesztés, hogy, hogy az egész így fölépült, a tesztinfrastruktúra, minden ilyesmi. És, és ebben folyamatosan, ebbe, folyamatosan támogatást kaptunk a, mm. a az anyacégtől. Akkor tulajdonképpen már az elejétől fogva egy új dolgot hoztatok be az anyacégbe, és, és azért volt, azért, volt, ennyire vonzó abszolút. az azért szükséges egy nagyfogó bizalom is az anyacég oldaláról, mert úgy, abszolút. ilyen úton indul egy cég, amivel meg sosem foglalkozott, az egy hatalmas kockázat, és azt gondolná az ember, hogy ezt minél inkább közel akarja magához tartani egy, egy cégvezető. Erre büszkék is vagyunk, azt kell, hogy mondjam, hogy, 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 ezt ezt e, e, kiérdemeltük ezt a bizalmat, és, és tudtunk élni vele. És a mai napig tudunk így, is vele élni. Mind a nagyon fontos, mert egyik nélkül nincs a másik. Igen. Igen. És egyébként, hogy épült ki ez a kompetencia, ez minden saját fejlesztés teljesen, vagy valamilyen akvizícióval is volt támogatva a fejlődésetek Budapesten. Talán az egyik legérdekesebb akviz, ez, ez a bizonyos autószár fejlesztő. Uh -huh. Ugye az autószár az egy az autóipari szoftver, architektúra, szabvány, mondjuk, mondjuk talán így lehet leírni, és ennek megvannak a saját fejlesztőeszközei, a fejlesztési folyamatai. És a, és a műegyetemen egy ilyen kis spin-off cég foglalkozott ezzel, velük korábban egy külső beszállítóval kezdtünk foglalkozni. És, és, az első rendszereinket tőlük vettük, és talán elkezdtünk ismerkedni és foglalkozni ebből a, a, a spin-off céggel, és, és aztán kiderült, hogy, hogy érdemes ebbe az irányba lépni. Lényegében megvásároltuk ezt a, ezt a céget, úgyhogy az egyik vezetője, annak, a, a cégnek ma a cégünknek a CTO-ja, a műszaki vezetője, tehát Ilyen Sikeresen sikerült mindenkit integrálni. I igen, igen úgyhogy igen. Úgy, 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 ez egy sikeres integrációja volt. Azt kell, hogy mondjam, a többi területen nagy rész saját uh -huh. fejlesztés volt. Tehát a, a tesztinfrastruktúra nyilván rengeteg eszközt azért vásárolunk, uh -huh. tehát most oszlózkopot nem állunk meg. Ja, persze. <laughs> de, de konkrét tesztpadokat, tesztberendezéseket, ott is nyilván körülnéztünk, hogy mit érdemes uh -huh. megvenni, mit nem, de, de nagyon nagy előnyei vannak annak, hogy hogy ezeket a rendszereket saját kézbe tartjuk. Uh -huh. Egy tesztberendezésnél nagyon kritikus az, hogy hogy tudjuk saját magunk kezelni, mert ha egy tesz eredménye negatív, akkor nem lehet tudni, hogy a tesz specifikáció volt rossz, a teszberendezés volt rossz, vagy maga az eszköz rossz. Na most, hogyha ebből minél több mindent saját kézben, uh -huh. akkor annál gyorsabban megtaláljuk a, az eredményt, és ugye nyilván az a lényeg, hogy, hogy minél egyszer, gyorsabban kiküszöböljük a hibákat, és ne egy külső beszállítóval veszekedjünk, hogy, hogy most, mo most, ki volt a hibás egy adott problémáért. Kicsit könnyíti a, a mi annakök felfelőtti a, a, az SOP-t, hogyha nem kell ennyire sok lúpot megfuttatni ahhoz, hogy a, egy, egy fejlesztési ciklus az És persze sokkal egyszerűbb a házon belül felemelni, és azon, hogy Pisti, gyere már valami probléma segíts meg. Vagy meg. csak átmenni a másik emeletre. Így, így van. Tehát... Így van, így van. Érdekes, mert villamosmérnök szemmel nekem is ilyen néha nagyon furcsa, hogy milyen eszközöket vásárol egy ilyen cég, és milyen eszközöket fejleszt ki saját maga. Nekem összeeskés elmertem, hogy a d -Space az konkrétan abból él, mint cég, hogy a járműiparban alapvetően gépészbeállítottságú emberek dolgoznak, és nem villamosmérnökök, mert, mert egyébként amit eladnak termékként, azt nagyon egyszerű megvalósítani más, sokkal olcsóbb eszközökkel is és akkor ti akkor ebbe az nem tudtak hátra. használunk mi is <laughs> ha úgy tetszik, de, de ha, ami tudunk, a saját kézben tartunk. Nyilván az ésszerűség <laughs> és a, és a gazdaságosság megfontolások mellett. Hát mind a kettőnek ott kell lennie, mert különben Így a cég van. az nem cégként működne, hanem hát jótékonysági ez... vállalatként az meg nem annyira fér össze a dolog. Arra használjuk ugye, hogy értéket teremtsünk, és, és ugye a vevőink számára kiszállítható terméket fejleszünk ki, tehát nyilván az az elsődleges cél és egyébként említetted akkor, hogy a, a platform szoftvernek a, az írása is nálatok épült ki, mint kompetencia, kívül vagy belül az most bekerült, ami kint volt az is, és ez az irányzat, ez megmaradt, teljesen a, a ti és a mai napig ezt írjátok, vagy igen. Hogy itt már vannak beszállítók. Igen, 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 e ez saját Van -e olyan autógyár, hogy bizonyos részeket az autógyár definiál, hogy honnan e szerezzük be, tehát ilyen előfordulhat, de a, a, a rendszerünk nagy része az teljesen a saját fejlesztésű. Mert amikor mondtad ezt, hogy, hogy úgy indultatok, hogy ezt vásároljátok, azt inkább elkezdtétek saját magatok fejleszteni. Most azt látom, hogy most van egy ilyen trend, hogy ő, szeretjük ezeket a szoftvermodulokat kell megint vásárolni, és ugyanazt használni. van Nyilván, mm. tehát mondjam, a, a szoftvernek a legalsó rétege, a, a, mm. azt megveszük mi is a mikrokontrollert. Ja, persze. E, e, persze, persze. Gyártótól, tehát a, a processzor gyártója ismeri legjobban a processzort. Igen. Tehát Ezen. nyilván a hozzá legközelebb lévő felesleges saját munk kifejleszteni, az úgy a leggazdaságosabb mm. és a leghatékonyabb, hogy, hogy azt tőlük vásároljuk meg, de de a többi réteget, amelyek még mindig szabványosak, mm. ezeket saját munk fejlesztjük, mm. mert azokat tudjuk optimalizálni a saját rendszereinkre, és megint, hogyha valami gond van, vagy egy újabb ö, szabványváltozat jelenik meg, akkor akkor sokkal gyorsabban tudunk reagálni a, a piac igényeire. Mm. <laughs> annyira benne volt igen, a hát, beszélgetés. Szívesen rágom még itt a, a szoftver Egész nyugodtan, mert, mert, mert hogy a szoftver témához én korlátozottan tudok hozzá, hozzászólni. A, én, én, vagyok az a gépész vannak, aki inkább a díszpészre hagyatkozik, hogy a egyszerűen <laughs> elektronikai eszközöket beszerezze. Uh, tehát azért én megadom a piacot itt a, a hát igen, amúgy egy, ez egy egész cégnek. Kívülről nem látszik, hogy egy ilyen egyszerű eszköz, mint egy szervukormány, hogy jobbra tekered, jobbra megy, balra tekered, balra megy, az mennyi csak, csak szoftveres tudást kíván meg maga, de de van körülbelül félmillió sor, igen biztonságkritikus mód. So, de, de ez nem látszik kívülről. Mert, mert, a, a, a mert az tényleg ennyit Igen, korban, tehát kívülről látszik. egy kormánykerék és két darab kerék látszódik, ami, ami, mozog. Igen. Sokszor diákodnak is a előadást mondom, hogy igen, van egyszerű, barra balra tekerem, balra fordul, jobbra jó. Nem is, hogy egy jéghegy tetején. És ebbe igen. ez a kulcs, hogy mindig. Minden, minden körülmények minden között ezt kell csinálni, és csak akkor tekeredik, amikor mi akar. Tehát amikor a vezető akarja, semmi más esetben nem szabad. Igen. Ugye itt a, szerintem talán az is benne van, hogy... Arra a normál... van becsléstek egyébként, hogy a kódból mi az a rész, ami a funkcióhoz kéne csupaszon, és mi az, ami, ami azért van benne, hogy a biztonságkritikus dolgokkal... Körülbelül háromnyegyed része. A, 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 tehát egy rész az, ami funkcióként látszik, és háromnegyed hát. rész az, ami lehetővé teszi ezt. Nagyjából Körülbelül negyed. igen, igen. Igen, Most ez ott ott így igaz. Igen, is, igen, igen. Igen, talán, talán az a, azért gondolja, azért nem tűnik ez föl szerintem, hogy felhasználnak, mert hogy tök, szerintem azt így egyszerű mechanikailag bárkinek kell képzelni, hogy van egy rúd, és akkor azzal ott valahogy mozgatunk egy mechanizmuson keresztül kerekeket, csak hogy már nem, nem teljesen ez történik, hanem hogy ugye ha az van, ha egy olyan utat tett az ember, amiben tényleg csak ennyiből áll a kormányzás, az teljesen más, mint hogyha egy modern uh, elektronikus szervóval felszerelt autóról van szó. És egyébként, hogyha beszéltünk erről, hogy, hogy most platform szoftver, meg, meg, meg ilyen, ahogy nőttünk, és ahogy komplexebbé vált a fejlődés, a fejlesztés, ezek a feladatok aztán úgy szeparálódtak. Uh -huh. Tehát először ugye, amikor voltunk 10-20-an, akkor mindenki csinált mindent. A beszerzéstől, a hár, az interjúztatásig. A, mint egy a a, startup. A, igen, mint egy startup. <síns> igen, tehát mindenki csinált mindent. Aztán utána eléggé szeparálódtak. Ma az egyik leginkább hardkoros, hardveresünk, ő szoftveresként vettük föl. Tehát ilyen, <síns> ilyen dolgok is vannak. És aztán szép lassan szeparálódtak a feladatok, nyilván a létszám nőtt, úgy volt érdemes, úgy lehetett hatékonyan dolgozni, hogy hogy, hogy mindenki egy szűkebb területnek lett a szakértője, meg voltak, akik az egész architektúráért voltak felül, és akik ezt az egészet összefogtak. Tehát de... a folyamatváltozások azok azért is mentek, mert hogy a know-how is nevelik a cégnél, így, és ezzel egy, ahogy mondod, a létszám. A létszám is. Is. Ez a kettő, ez párhuzamosan Aha. zajlott. És, és már nem működött az, hogy, hogy, hogy a kommunikáció az úgy zajlott, hogy átkiabálunk. Le kellett írni a szabályokat, a szabályrendszereket rögzíteni. Ugye ezt az egész fejlesztési folyamatot, hogy ez hogyan nézzen ki, ezt azért szabványok rögzítik. Tehát autóipari szabványok rögzítik, hogy, hogy, hogy hogyan kell szoftvert, hardvert fejleszteni ezekre a folyamatokra. Ugye itt azt mondja, hogy a legalsó szint az, amikor csupa local hero csinál mindent, hmm. és mindenkiért mindenhez, és mindenki meg tud oldani minden problémát. Szóval, egy ember beteg lesz két hétre, akkor két hétig nem csinál senki semmit. A következő szint, amikor már a feladatok a, 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 a fejlesztő szintjén ö, többé kevésbé specifikál, és a menedzserek a lokál és, hm. és ők oldják meg azt, hogy, hogy, hogy... és akkor, akkor lépegetünk azt, hogy jó, legalább az alsó menedzsment szint a, az ne lokál hírókat, és ott legyenek definiálva a feladatok. És, és ez a lokál héro szerepe, ha úgy tetszik... a lokál egy kicsit. És, és, és így struktúrálódott. És ez volt az egyik uh, ilyen uh, szeparációs szerep, hogy, 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 hogy a, a, a tudás mentén volt, volt egy szétválása, a másik pedig az, hogy egyre több projektünk lett, hála jó Istennek, és a projektek m. mentén is kialakultak a csapatok, és előbb-utóbb kialakult egy matrix struktúra. a ezt akartak ezzel, akkor megtartottak el azt, hogy ezért a projektért. ez a, ez a, a van egy részleg, arra a van egy részleg, arra a van egy részleg, vagy pedig van. azért a matrix, az a matrix, struktúra az bejött ezek szerint. Hogy jelenleg is matrix szervezve dolgozunk, igen, kompetenciákban, viszont azért azt ne felejtsük el, ami, ami talán így a kompetencia is, meg ugye az evolúcióhoz is hozzátartozik, hogy az összes folyamat gyakorlatilag a mi kezünkben van. Uh -huh. És ugye itt is azért ez a startupos hangulat még visszaköszön, hogy igen, megvannak a folyamatok, de azért a folyamatok elég sok mindent megengednek, nyilván bizonyos határok között, hiszen a szabványok minket azért bekötnek valamiféle vagy keretek közé, de azért a keretek között még mindig van mozgástér. Tehát még mindig ott van a, a, a mérnöki... Öm, kreativitás igen. és ez a szabadság, hogy igen, itt vannak a keretek, de ezek között még mindig mozoghatsz, és hogyha ezt még megteszed, még mindig teljesíted azt, amit ugye az autogyártó, illetve a szabvány megkövetel. Ez egyik része. A másik része pedig az, ami nagyon fontos, hogy a, a kollégáknak ott van az a fajta szabadság, hogyha találnak valami lehetőséget, annak érdekében, hogy például a folyamatainkat fejlesztjük, hogy könnyebb legyen nekünk is, de még ugye megfeleljünk a szabványunknak, akkor a lehetőség ott van, és megtehetik, jöhetnek az ötletek, jöhetnek az optimalizációs ötletekkel, vagy akár nagyobb hozzáadott értéket termelő ugye folyamatelemekkel, és ezeket még mindig, a, szín, mivel hogy a mi kezünkben van, bele tudjuk tenni, tovább tudjuk építeni, tud, tovább tudjuk javítani. Tehát ez, ez szintén egy lehetőség így a kollégák számára, ami gyakorlatilag ebből a fajta kultúrából is e, e, jön. Ez is azért a startupos lépnek egy kicsit a, a megmaradása. Igen. Nagy, tehát akkor nagyon nagy felelősség van azért itt, úgy érzem a, az egyes fejlesztőkön, akik, akik tudnak dolgozni, mert hogy kvázi direkten, direktben férnek hozzá teljesen a termék. Igen, ez, ez alapvetően egy felelősség, ami, ami, hogyha nagyon messziről nézzük, egy kicsikét talán ilyen így az de valójában egyfajta lehetőség. Én inkább lehetőségként mondanám, hogy, hogy a meg megvan a lehetősége arra, hogy tényleg úgy csinálják, hogy az, az jobb legyen, és optimálisabb legyen, és nagyobb értéket tudjon termelni a végén. Tehát én ezt inkább lehetőségnek, mint felelősség, Persze, természetesen ott van a felelősség, de ezt inkább lehetőségnek kellene. Kívánom, hogy ezt meg kell kezelni, igazából. Így van, a így a van. Próbáljuk azt hangsúlyozni, hogy senki sincs bezárva mm -hmm. abba a Aha. fejlesztési szegmensbe, ahova őt. Tehát könnyen lehet mozdulni lesző, irányba, ha tetszik neki egy ha, másik. Hanem, hanem nyitott, próbáljon meg ő maga körülnézni mm. és, és akkor vannak olyan kollégák, akik, akik azt mondják, hogy te ne, de én szeretnék azon a területen maradni, és ott, ott nagyon mérásni és ott egy nagyon specializált szakértő lenni, és van, aki azt hogy eltölt egy két évet itt, és szeretné megismerni a másik területet, és akkor akkor eltöltök egy néhány évet ott, és, és ő pedig az, hogy, hogy egy nagyon széles tudású valaki lesz, aki nyilván nem tud versenyezni egy adott részproblémánál avval a specialistával, ugyanakkor, ha van egy általános probléma, akkor lehet, hogy könnyebben megtalálja, hogy mihez kell nyúlni, és melyik specialitált szakértőt kell odahívni, hogy, hogy megtaláljuk igazán a, a, <SZ> akár nem is csak probléma, hanem olyan a észrevet, amit rendszer szinten látszik, de az egyes szakértő nem is Igen, Igen. É, és a mind a kettő kell a céghez, hogy abszolút jól működjön, mert az egyik tényleg a folyamat optimalizálásban tud ö, többet hozzátenni, mások hm. pedig a nagyon speszkó még probléma megoldására tud így majd válni. És ezek szándékosan ilyen karrierutakat ki is építettünk mm. a cégnél, hogy ilyen lehetőségeket. A ilyen rotációs programok esetleg vannak mm. a cégen belül. külön a rotációs vagy... program, de, támogatjuk ezt. A, 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 a csoportvezetők azok, azok, monitorozzák azt, hogy figyelik az, hogy ki az, aki, aki inkább a, a, a kapcsolatok irányába mennek, és ki az, akik, akik inkább a, 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 a Én ezt úgy szokt, ki az, aki, aki inkább a fogaskerék, és ki az, aki az a Ah. fogaskerekek Igen. 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 Nekem külön tetszett, amit előbb adja a szabványokról mondtál, mert hát azért a mérnökök, főleg fiatalon, én is belestem a hibába, hajlamosak az ilyen szabványokra egy nem tudom, ilyen átóként tekintre, vagy, tekinteni, az, vagy az, vagy auditor kezébe lévő fegyverről, hogy akkor ő fog minket most ezzel elhasaltatni, de igaziból szerintem az egy sokkal jobb szemlélet, hogy ez, ez nem egy keretrendszer, hanem inkább egy mankó, amit, hogyha ha használ, jól használsz és jól követed, akkor egyrészt nem lesz gond az autitom, másrészt viszont neked van egy támasztékod, amivel sokkal könnyebben el tud érni azt a célt, amit el kell érni, és meg fogsz felelni azoknak a biztonságkritikus követelményeknek, amit meg kell felelni. Igen, illetve ugye az a fajta gondolkodás, gondolkodásmód, hogy van lehetőséged ezen fejleszteni, és van lehetőséged hozzátenni ehhez is, igen. Az, ami szerintem azt a fajta bevonódást uh, tudja adni a kollégáknak, hogy, hogy ebbe gyakorlatilag így éljék, megéljék ezeket a folyamatokat. Meg, hogyha ezzel szemeltel nézi valaki, hogy akár még fejleszthet is rajta, akkor könnyebben tekint rá úgy, mint egy, mint saját, mint egy yani. mindsetre, igen. vagy mint egy, mint egy elvrendszerre, igen. vagy mint sem, mint egy kipipálandó listára, akkor igen. ezt is megcsinálni. Igen, igen. Sokat hallottunk már, vagy legalábbis én sokat hallottam olyan elemeket, amiket inkább egy ilyen startupos légkörhöz. Tehát ez nagyon nyitott, nagyon flexibilis légkört, ezt már ö, nagyon sokat említettétek. Mi az, ami nagy vállalatos lett a cégen belül? Hát nagy. mindenképpen, hogyha a projekt oldalról nézzük, ugye nagyon erősen bejött ugye itt az utóbbi, nem is tudom hány év, mióta én itt dolgozom, az, hogy a projekteket tervezzük, az erőforrásokat tervezzük, gyakorlatilag budget alapon dolgozzunk, és a döntéseket is ezek mentén hozzuk meg. Tehát alapvetően ez egy nagyon fontos elem. eleme. vagy munkaidőt azért ismeritek, mint, mint, mint fogalmat, és nem, nem egy ilyen startupos módszerrel hogy akkor van a igen, 168 húr, lehet 167-et munkával tölteni. Igen, ez így igaz, és viszont az üzleti szemlélet az, ami, ami nagyon erősen meghatározza ezt a fajta projektes működést, illetve maga a projekteknek a, a vezetése is gyakorlatilag ebbe az irányba megy ebbe a fajta üzleti szemléletbe. Illetve, eh, ahogy mondtam is már többször is, hogy amikor a folyamatokról beszélünk, vagy akár a termékről, vagy a javaslatokról, ott ugye az értékteremtés is egy fontos része a napi, napi mérnöki munkának, ami, ami eh, így meghatározó. Tehát ez a business mindset akkor eléggé jól... Uh segíti is igazán, tehát a bizniszmátétet szerintem segít is ez a, a startupos kultúra, mert hogy akkor ha megtaláljuk azokat a projekteket, amikkel tényleg mi is tudunk keresni és értéket teremtünk, akkor abban egy tök jól tud működni egy fejlesztő, mert hogy akkor az elejétől fogva tök nagy felelősséget tud ebben vállalni. Viszont a, ezek a biznisz folyamatok, hogyha most így hívjuk, ők meg biztosítják azt, hogy a cég az hosszú távon tudjon működni, és így maradjanak ezek a... Dolgok. Igen, illetve még amit hozzá tudnék tenni ehhez, hogy a... Itt az üzletekben ugye mondtam az elején, hogy vevői projekteket viszünk, a vevői kapcsolatoinkat is így próbáljuk meg fölépíteni, hogy, hogy viszonylag közvetlen kapcsolatunk legyen a vevővel, meg tudjuk vele beszélni az egyes nyitott pontokat is, vagy akár problémás pontokat is, ami akár az ő szempontjából lehet problémás, és megmutatjuk neki, hogy itt van az, amit... amit mi javaslunk, hogy mondjuk egy kicsit másképp csináljunk, vagy akár ő, és alapvetően ezzel, ezzel a fajta működéssel tudunk olyan olyan vevői kapcsolatokat fölépíteni, ami hosszú távon gyümölcsöző tud lenni mind két fél számára. Ha már vevői kapcsolatok, akkor a konkrétan a fejlesztőmérnökök mennyire vonulnak be az ilyen fajta diskurzusokba, és mennyire van koncentrálva mondjuk egy adott account management csoporthoz, vagy mennyire van kiejezve ez a fejlesztőköz, hogy akkor, hogyha együtt csináltok valamit, akkor oldjátok is meg együtt. Igen, ez, ez úgy szokott kinézni a gyakorlatban, hogy a, a vevői, tehát a vevői oldal megfelelő menedzsment szintjével tartjuk a kapcsolatot. Tehát ez azt jelenti, hogy a, projektvezető kollégák a vevői oldal hasonló szintű projektvezetőivel kommunikálnak, és az alprojektvezetők a vevői oldal hasonló szintű alprojektvezetőivel. Alapvetően ezen a szinten a kommunikáció meg szokott állni, Olyankor van szükség a mérnök kollégák közvetlen bevonására, nyilván amikor egy technikai probléma melül föl, például jármű szinten akár, vagy akár mondjuk a jármű kommunikációba, és ott szükség van arra, hogy mindkét fél technikai szakértője egymáshoz közel legyen ugye egy asztalhoz leüljön, akár virtuálisan, akár fizikailag, és megnézzük, hogy ott mi lehet a probléma mm -hmm. nálunk kell esetleg, vagy a követelménytől el kell térnünk, mert valami megváltozott az autóba, vagy akár egy másik modul viselkedése változott meg, és ami a föl probléma. Tehát ez így, így esetleg válogatja, alapvetően így, így működünk, így építjük fel ezeket a kapcsolatokat. Az nagyszerű, hogy erre is megvan lehetőség akkor, hogy már a cél, céljárművel is találkozzon esetleg a fejlesztőmérnök, vagyok az OEM. igen, a és erre, erre különlegesen, vagy különösen is odafigyelünk, hiszen szoktunk olyan eseményeket is szervezni, amikor a jármű integrátor kollégák közelengedik a, a fejlesztő kollégákat az autóhoz, és akár ők is kipróbálhatják, mehetnek vele. Nyilván a, az autó érettségének megfelelően lehet, hogy csak alacsony sebességen, de mehetnek például egy kört az autóval, vagy akár a, a jármű integrátor kolléga kísérletében lehetőségük van megnézni, hogy és, és, megfogni azt, hogy ők mit fejlesztettek. Ez nagyon fontos visszacsatolás szerintem. Tehát én mind a ketten azért eléggé aktív vagyunk a Formula Studentes közösségben. Én ugye voltam Formula Student csapattag is, meg hát Dávid is volt Formula Student csapattag. Sőt, még Alex is volt Formula Student csapattag, aki nincs Mondom itt most velünk. Igen, <laughs> még 5000 évvel ezelőtt. De szerintem ott én, én ugye a csapatkapitányi oldalról láttam már azt, hogy a, a csapattagoknak az óri... volt egy rendezvényünk egy évben mindig a drive, ahol kipróbálhatta mindenki az autót, és hát az volt az, az abszolút örömetletet látni az, az embereknek az arcán, amikor kiszálltak az autóból, és tényleg érezték azt, hogy amit ők meg kifejeztettek, az tényleg úgy működött, és az tényleg adja azt az emóciót is, meg azt a performanciát is, amit ők elvártak tőle. Ez azért nagyon jó, mert, mert, mert nálunk megtalálta a teljes fejlesztési életünk. Mm. Tehát a, tényleg a követelményanalizistől az autóban való tesztelésig minden. És, és azért mm. bele lehet látni bármelyik részébe. Akár Igen. lemegy az ember a, a laborokba, és, és ott is akár a teljes rendszert meg tudja nézni, és sok esetben oda le kell menni a hardware-esnek, szoftveresnek, megnézni azt, hogy hogy hogyan működik, vagy, vagy segíteni valami probléma megoldásánál. De igen, az autóhoz is ki lehet menni a tesztpályán, és ott megnézni ezeket a dolgokat. Ez azért egy nagyon nagy élmény, tényleg. Tehát igen. nem csak egy pici kis szeletével foglalkozunk, és, és igazából nem tudjuk, hogy, hogy az hova kerül be, hova megy be, hanem, hanem a teljes, teljes nálunk van. Igen, illetve, és ugye még, még egy kis kiegészítés ehhez, hogy általában a fejlesztők látnak valami kódot, hogy ez az autó az XYZ 28, és valójában egy autotípus nagyon nehéz melléteni, mert ugye ezekből a kódokból van millióféle azért... Nagyjából tudja, az, ki tud örülnök silabizálni az ember dolgokat, de attól függetlenül az csak egy kód lesz ott, és még, még kép sincs hozzá. És ráadásul az a cél, hogy mindig inkább újra felhasználjuk ezeket a kódokat, Igen. tehát Pontosan... nem is biztos, amikor Igen. egy kódot megírok, hogy tudja, hogy melyik autóba Igen. fog bekerülni. Tehát a cél azért itt mindig Igen. a hatékonyság és az újra És ugye ezt észrevettük itt ha az evolúciós folyam madban is, hogy szükség van arra, hogy a kollégák felé megmutassuk, hogy igen, az a és rövidítés az ezt az autót jelenti, meg azt az autót, meg azt az autót. Erre is próbálunk így odafigyelni és kommunikálni a kollégák felé, hogy igen, ti most ezen az autótípuson dolgoztok. Igen, most hát nem az, az autótípus meg, hanem az autógyárnak valamilyen spéci kódja, igen, a, a, aztán ember legyen a talpán, aki kiderítő hogy ilyen autóról igen. van szó. Igen, a formázt az ilyen szempontból intenzív, főt a visszacsatolás, az nagyon gyors mindenkinek, viszont nekem... de ezért az a startup igen, de... igen, igen, igen. Fázis, tehát... De nekem munkahelyen is volt ilyen élmény, hogy a csapatomban volt egy szoftverfejlesztő srác, aki kicsit már úgy beleszürkült a monitor mögött és a ott labban, és akkor ki kellett menni vevőhöz, mert volt egy kis mm -hmm. problémát, meg kellett oldani, és akkor együtt mentünk, és ez a srác, aki előtte már látszott rajta, egy kicsit már így fásultabb, kimentünk, és kint a kinti prototípus műhelyben meg csillogó szemmel ült a busz mellett, és akkor ütötte a számítógép, hogy akkor oldódjon meg a probléma, és őt volt a legnehezebb kirobbantani a, a helyiségből. Igen, ez egy nagy élmény, ez Igen. biztos. Ez, ez és, a, és, a, legjobb az az volt, hogy egyrészt, hogy az ember hogy amit csinált, az működik, és nem csak az én működik, hanem ott mások örülnek annak, hogy ez sikerült, és akkor együtt elértünk egy, egy közös sikert, és ez, ez egy meghatározó pont szerintem minden mérnök életében, amikor kap egy ilyen visszajelzést. Sajnos az már nem megy, mint mind a kezetekben volt, amikor egy-egy új, új szoftverváltozat elkészült, és azt letöltöttük egy autóba, akkor a teljes cég lerohan. <laughs> <laughs> az autót, és néztük, hogy mi a fejlemény. Tehát ez azért most már hát meg gondolom, lenne megvalósítani, de a szóval... háromszor kéne a <laughs> <laughs> És egy jó nagy térkéne. Hát igen, hogyha már térről beszélünk, fejlődött a vállalat know-how-ban, a vállalat létszámban is. Minimum létszámnak a bentartásához legalább azért kellett infrastruktúrálisan is fejlődni a, a dolgoknak, és itt még képekkel is készültünk még erről a dologról, mert hogy az irodaház sem maradt a, a bm nek a, a, a folyosóján, hanem ebből azért lett egy eléggé szép, szép erről, és tudtok egy kicsit mesélni Hát jó, jó, pár évig az egyetemen voltunk, és ott is, amikor már az összes helyet kibéreltük az egyetemtől, amit nélkülezni tudott, akkor, akkor onnan 2007-ben költöztünk ki az egyetemről, és akkor Daruc utcában egy, egy ö, ö, szintén még a, az egy fontos szempont volt, hogy a kerületben maradjunk az egyetemhez viszonylag közel. Ö, ott béreltünk egy... Ez, irogá... ez, bocsi, ez miért voltam úgy fontos? Volt a laborok, laborok használata miatt? Nem, vagy pedig nem, nem. Egyszer, egyszerűen, egyszerűen Az, egyszerűen... Közelség miatt? az utánpotlás, a a, 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 kollégáink egy rész, mindig is például részben oktattunk. Aha. Jó, én amikor átjöttem, akkor volt olyan időszak, hogy, hogy, hogy délelőtt a cégnél voltam, és a délután meg jó pár diák együtt átjött velem, és tartottam nekik órát a, 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 az egyetemen. De, de később is megmaradt az, hogy, hogy, hogy diákok jöttek hozzánk, mi mentünk az egyetemre oktatni. Tehát ez a fajta szoros kapcsolat, ez, ez a cég teljes élettartamára ez, ez érvényes volt. Tehát, ez egy elég alapvető dolog volt, hogy maradjunk közel a mi egyetemhez. És aztán ott a Daróc utcában először egy nagyobb irodaháznak azt a másfél emeletét kibéreltük, akkor szép lassan elkezdtünk bővülni, bővülni, akkor, akkor már mindenkit kiszorítottunk a, a, az adott épületből, az összes többi bérlőt, majd utána a környéken az összes szabadon íróda irodahelységet kivettük, és amikor, amikor már nem találtunk sehol, akkor, akkor persze már egy jó ideje a cég az keresett megoldást arra, hogy hogyan tudjunk meginni. egyben, és akkor, akkor, akkor adódott ez az alkalom, hogy, hogy kiürült ez a bizonyos irodaház, itt a Hengermalom és a Budafoki út sarkán, és, és, ez saját elképzelésünk szerint, hál' Istennek volt egy nagyon agilis projektvezető, illetve nem volt, van a, a, a cégnél, aki, aki ezt azóta is magáénak, vagy és az összes vidéki telephelyünkön is ő intézi a a, 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 az irodahelyiségeket, és, és elindult ennek a, az irodahelyiségnek a felújítása és a saját igényeinkre való rászabása. Ez azért érdekes, mert, mert azért egy ilyen cég, ez nem, 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 nem csak számítógép előtt tücsörgő emberekből áll, hanem rengeteg speciális laborterület, hogy ami azért általában nem... A hát, az nem, nagyon hangsúlyos igen. volt, látok, és azért a az szintjai És, és fontos eszterés, szempont kell, hát volt, hogy nem papucs nem. távolságra legyenek a laborok. Oh, na ez. Ez, ez, ez... ez így volt megfogalmazva követelményként, mert, mert nagyon fontos az, ha valami gond van, valami hibát találunk, ugye a laboroknak mi a feladata? Megtalálja a hibákat. Igen. És ha valami hibát találunk, azt minél előbb megfogjuk. És ahhoz nem egy, egy félvároson való átutazás kellene, hanem öt percenből oda, oda tudjon menni a mérnök, és ki tudja javítani. Nagyon meg dologat. tudja akasztani a folyamatokat, így van, hogyha... Így van. Ha ténylegesen messze van. És ez sikerült ki a időben, nem lesz bejövítés, hogyha az nem egy esélyben <laughs> van. Ez a kapustávolság, távolság, ez, ez egy követelmény volt, és hála istennek ezt nagyon-nagyon jól sikerült kielégíteni. Egyébként itt is például van egy osztályunk, aki a, 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 a teszt infrastruktúrákért felelős, ez a kollégánk is diákként, ennek a vezetője is diákként kezdett itt a, a, a cégen belül, és ő is nagyon aktívan részt vett például ennek az egész épületnek a, a kialakításában, felújításában, és azt gondolom, hogy hát minden valós igényt kielégítő uh -huh. irodaházat birtokolhatunk most, szóval ez egy nagyon. Ezek nagy te valós igények, amiket kielégítettetek uh -huh. ezzel, mert hogy én, azért én tudom már miről, le, miről már hogy láttam a képeket, amiket itt mutatni fogunk, és ezért az azért... Voltam is már ott. Igen, uh -huh. ez, ez na nagyon jó, hogy ilyen valós igényei vannak a, a munkatársaknak, hogy itt ne csak a... I az elefántot kicsit behozzuk a ez Ezt azért fogalmaztam így, mert nyilván lehet olyanokat megfogalmazni, amit igen, nem. Persze, tehát hogy erről az irataházról beszélünk. Akkor igen, az, igen, igen. nagyon igen. szép, modern, de úgy, tehát kívülről nekem ez, most nem akarok nyilván senkit lekicsinálni, de hogy ez így egy standard irodaháznak tűnik azért kívülről. Jó, nagyon szép előtte a lótusz, az, az engem különösen, különösen megmozgatja a lelki világomat, de hogy ez így kívülről azért nem mondatja azt velem, hogy, hogy, hogy ebben nagyon sok különleges igény van. De mik ezek a különleges igények, amik így előjöttek? Tehát ez még itt a startupos felfogásból eredően közösségi terekre kell gondolni? Közösségi terek, ugyanis a munka az nem csak az íróasztal előtt ö ö folyik. A korábbi irodaházban kiderült az, hogy nagyon-nagyon fontos szerepe van a különböző méretű tárgyalóknak, nem szeretem a meeting room kifejezést, de végül is ezekenek. Az egyszemélyes telefonfülke a két személyes megbeszéléstől az ötven személyes nagy tárgyalóig, ahol le tudunk ülni is megbeszélni, és tréningeket lehet tartani, vagy egy négy szem közti értékeléseket. Nagyon nagy szerepe van ezeknek. Nagyon jól sikerült. Kialakulni. De emellett ugye a kávézás. A szoftver az 50 a kávéból van. <gül> <Igen>. <gül> Te, tehát, <Hadar> is <gül> szerintem. <gül> az, egy nagyon fontos eh, helye a, 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 kávézó egy, egy, egy ilyen eh, fejlesztő és ezeket is nagyon jól sikerült kialakítani. Sok kávézó van, fantáziadúsak. Az is képünk, képünk, azt hiszem, ugye? Igen. Ő ezt, lesz egy, ez a moziterem kávé. Ez, ez teljesen úgy néz ki hogy egy moziterem. Állítólag azt hiszem, a Corvinból vannak, tehát az, a, a, a székek is. tehát eredetli... korvin mit szóltak el? Ne, ne, nem a felújítás, a felújítás. Nem, nem, nem valamelyik éjszaka hozták. De egy felújítás során tudom, hogy onnan szerezték meg a, a székeket, és egyébként meg meg tartunk is esténként vetítéseket. Tehát ez mm. ezt úgy kell elképzelni, hogy napközben itt le lehet ülni, megbeszélni a dolgokat egy kávé mellett, és, e és e e e este meg arra használjuk, hogy, hogy hetentetán kétszer azt hiszem hmm. vannak vetítések. Hetente egyszer nem tudom, de minden esetre vannak. Igen, tehát ez is kis tehát, Ezt a képet mutat, mutatta volna nekem valaki, az akkor nem mondtam volna, hogy ez például egy mérnök kifejlesztő irodának a valamelyik része. Ez, ez, nem annyira a standard. és, Mindegyik kávézónak más-más. Van, amelyik egy sivatagi ö, ö, környezet, van, amelyik egy mars űrállomás. Egy dzsungel környezet. Dzsungel környezet rengeteg gyönyörű szép növényel. Úgyhogy úgy, tényleg élvezzük. le lehet lazulni azért. Így van. És akkor nagyon sok menni, képerés és, után. De sok esetben ezeken a helyeken, a beszélgetések során nagyon-nagyon hasznos információt cserék lenne, amelyeket nem lehet folyamatokkal szabályozni és, azért jó ezek, és, és azt gondolom, hogy ez az agilis fejlesztésnek, és az agilis munkamódszernek egy nagyon fontos része, hogy az információ áramlás az, az a spontán módon is pontán. működjön. Aha. Hát igen, ugye itt, most nem tudom, például ez a folyósó is, amit most itt még felvillantottam, ez, ez konkrétan úgy milyen részét ábrázolja a, a, a központ, ezt tudjátok esetleg, hogy ez, ez, hol van így a központon belül? Ez ötödik emeletem van. A vezetőségnek. Igen, a vezetőség. A vezetőség, controlling, ő itt, itt a, a, ennek a környezetében, igen. A, a konzervatív vezetői irodai folyosót tipikusan, a, tipikusan annak tűnik, igen, a, a Lichtenstein meg a képregényekből vett illusztrációkkal. Nekem ebben az a különösen szimpatikus, hogyha már felújítottátok az épületet, akkor hogyha maradtatok volna valamilyen standard szögletes párhuzamos megoldásnál, akkor valószínűleg nem lett volna jelentősen olcsóbb úgy megcsinálni. É. É. És, és egy kis plusz bevállalva, egy kis kreativitást beleengedve, meg egy olyan környezetet tudok teremteni, ami minden kollégának az örömét szolgálja, és szívesen töltött időt. És megszavaztatták, a menedzsment megszavaztatta a kollégákat, hogy milyen uh, motivumok legyenek például a kávézókban. Hmm. Tehát Aha. nyilván a belső építés... Kicsit, szóval én hát ez a mindenki egy kicsit hát, a sajátjának érző, hogy, hogy benne van És de. akkor, akkor elő szavazás ment, hogy... hát ez nagyon jó, hogy ahogy Dávid is mondta, maga, maguk, érzik, hogy kicsit úgy érezte mindenki, hogy hogy úgy érezné mindenki, aki itt dolgozik, hogy, hogy az irodaház kicsit az övé is, tényleg. Most egy ilyen, egy olyan kérdés jutott nekem eszembe azért az utóbbi időben, főleg a COVID után a, az otthoni munkavégzés, home office az nagyon-nagyon felpörgött a szégeknél, Ezt így hogy éritek meg? Most itt megvan ez egy gyönyörű szép irodaház, azért ki van ezt használva? Jönnek be a munkatársak, vagy, vagy hogy mit tapasztaltok ezzel a kapcsolatban? Igen, alapvetően Ugye a nagy vállalatisághoz hozzátartozik, hogy persze erre is van egy szabályrendszerünk, ugye a home szabályzat, ami azt mondja, hogy 60-40, tehát 60 százalékban lehet 40 százalékban azt szerük el a kollégáktól, hogy azért bent legyenek a cégnél. De azt látjuk, hogy azért a kollégák szeretnek bejárni, és gyakorlatilag élvezik ezt a környezetet, hogy ebben lehetnek, ebben tudnak együtt dolgozni a kollégákkal. Persze nyilván a homofiszt is ugyanúgy kihasználják, amikor lehetőségük van rá, de például amikor labormunka van, vagy dibákolni kell ugye az MC laborba, nyilván azt ott tudják megcsinálni, mindenki érti azt, hogy akkor be kell jönni, és akkor együtt kell működnünk. Illetve szerintem az nagyon fontos még, hogy Bocsánat, és bőven, ő, bőven a kötelező szint fölött van a, a bejáró ember egyik nap ha? egy, egy Kimutatást néztünk, száz száz igen, igen, igen. Egy Bolyan. kimutatást néztünk, igen, valamelyik management meetingen, hogy mennyi a kihasználtság, mennyi a home office, és, és pont ez jött ki. Tehát igazából az a, az a fajta üzenet jött vissza, hogy a kollégák, igen, azért élvezik a ezt a környezetet, de nyilván a home office a lehetőségeket is kihasználják. Ugyanakkor fontos, hogy ez a munkatársi és nagyon nagy mértékben ez a baráti kapcsolat is meg legyen a kollégák között, hiszen ez az, ami, ami minket előre visz, és ezt a startup hangulatot ugye e, tudja tartani, meg ezt a jó légkört, ezt a közvetlen légkört. Az agilis fejlesztési módszerről már beszéltünk, annak ez egy alapja mindenképpen, hogy nagyon jó legyen a, a, a kapcsolat. Ugye az ideális, hogyha maga az egy ilyen találkozó hely tud lenni, ahol egyébként meg együtt a kollégákkal, és a szociális kapcsolatok épülnek, és nekem az a tapasztalatom, a kollégáknak is igénye van, és ők is akár csak emiatt is bejönnek. Gyakran. Igen, itt valamelyik fotón látszik is, van egy ilyen közösségi termünk, ez a hatodik emeleten van, eh, ahol de ugye csocsóasztal, flipperünk is van, tehát a légi klasszikus flippergép, mm -hmm. és szoktak, szoktunk ide csütörtök esténként ilyen közös sörözéseket is szervezni, ahol gyakorlatilag a kollégák bejelentkezhetnek, mindenki előtt nyitva van a, mm -hmm. a kapu, nyilván korlátozott létszámba, stb. stb., de bárki jelentkezhet, és ott, ott össze tudunk jönni, beszélgetni egy. Nekem, én és úgy tudom, hogy azt sem bánjátok, hogy a Dürer kert közel van az irodához. <laughs> igen, igen, igen. Nyilván ez egy, ez egy nagyon nagy előny, hogy a, a csütörtöki parti után ott lehet folytatni. <gül> <gül> a fejlesztés egy fontos dolog volt. Én azt gondolom, a menedzsment mentalitását mutatja, hogy korábban a hatodik emelet, ez volt a top menedzsmentnek mm -hmm. a, a, az irodája. Ott, ott volt a nagy főnök iroda a bőrfotelekkel és mindenekkel. <laughs> yeah. És azt mondta a vezetőségünk, hogy nem, ez legyen a csapat, és legyenek közösségi terek. És az étkezők, a, 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 az ilyen játszóterem, meg minden ilyesmi, ezeknek a, a helye lett a hatodik emelet. És, az és, a és azt gondolom, hogy azért ez nagyon fontos. A, hogy ez egy fontos csapatmotiválás. És szép, ugye nem csak, nem csak központi rendezvényeket tartunk, hanem bármelyik csapat tervezhet oda a csapatépítést. Gyakorlatilag rájuk van bizva, nyilván előtte megbeszéljük, belentjük, a foglalásokat lerendezük, de alapvetően mindenki számára nyitott a dolog, bárki rendezhet oda egy kisebb, nagyobb csapatépítőt, akár egy projektmáistól megünneplését, vagy, vagy bármit. Tehát mindenki előtt nyitva áll ez a tér így. És működik is. És működik is, igen, igen. Hát igen. Arról már beszéltünk, hogy, hogy most egyébként hányan vagytok így a, a magyarországi lokáción, és abban hány ember van Budapesten? Ez körülbelül 1200-an. Ez körülbelül, igen, igen. Hát most jelenleg nagy részt Budapesten vagyunk, mert hát. meg körülbelül egy ötvenen vagyunk, és Szegeden még az még egy kis csapat, ott olyan 6-8 ember van még csak. Hát. Tehát az, az most indult, két vagy három hete volt a bejelentése, tehát hát. az egy ilyen egészen friss történet. Én is olvastam valahol, hogy... És ez a fejlesztés, de emellett a, a érdekes, a, tán a cég története az érdekes, hogy, hogy először idejött Magyarországra a fejlesztés, és azt utána egy, egy csomó gyár a, a vidéki telephelyeken. Először Győrben egy, egy futóműszeszereelő üzem az Audi mellett, utána Jászfénszarun részben vezérműtengelyeket, részben pedig az általunk tervezett kormányműveket gyártják, Debrecenben rugó stabilizátor, aztán utána jött Veszprémben a, a, a fejlesztés, és az utolsó most a Szeged. Tehát a sikeres fejlesztőközpont után, vonzotta maga után a gyárakat. Tehát nem az volt, hogy először Magyarország mm. jött a gyártás, és akkor, akkor a fejlesztés, hanem... Ez a szokat, el... Én, el... El... klasszikus felállás, itt pont fordít, a az igen, aztán, én, 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 el... igen, valamit, igen, így. És, azt hiszem, hogy a teljes cég mért az olyan 2500 fő hát, körül. Igen, valahogy, így, vagyunk, igen. És fejlesztésbővülésben vannak most célszámaitak, hogy el szeretnétek érni valamekkora méretet? Tehát, vagy most majd egészséges. Mindig feladatok, vagy... mindig fel, újabb és újabb feladatok vannak, és ez határozza mm. meg a, a részszámot. És ennek a feladatok azt igénylik, mm. hogy hatékonyabbak legyünk, mm. és bővüljünk. Tehát tovább. Tehát feladat is. van bőven. Nincs, nincsenek célszámai, tehát nem arra van, mm. hogy most kitűztük, hogy most 2500 főre hanem, hanem ahogy folyamatosan bővülnek, és egyre újabb, újabb projektek vannak. És szerencsére, avval együtt, hogy most az autóipar sok szempontból az alkatrész hiány, meg egyébek miatt nehéz helyzetben van, a fejlesztések azok szerencsére nem álltak meg, mm. és, és, mindenki előre tekint két-három-négy évvel előre, és egyre is újabb fejlesztéseink vannak. Igen, ugye a fejlesztés az, az ezért kihívás az autóiparban, mert hogy ott sose azt abban az időpillanatban kell fejleszteni, sose az, az időpillanatra fejlesztünk, amiben éppen vagyunk, hanem előre kell látni egy ilyen 3-5 hat éves távlatot, hogy akkor mi lesz az, ami érdekes lesz. És ez ez folyamatosan zajlik, az és azt látjuk, hogy, hogy hogy most is nagyon szívesen ö, veszünk fel újabb embereket, abban a tempóban, ahogy mm. be tudjuk integrálni őket, és a, ahogy, ahogy ö, ö, tényleg a csapatba be tudjuk építeni az új embereket, de, de folyamatosan, szinte minden pozíción vannak nyitott állás lehetőségek. Ez egy jó visszajelzés a vevőinktől is, hogy egyre több projekt jön a vevőinktől hozzánk, és gyakorlatilag ez az, ami generálja ezt a bővülést, tehát a maga a biznisz generálja a bővülést, a, a nagy OEM-ek megkeresése generálja azt, hogy mi itt, itt folyamatosan növekszünk. Ott azt akartam kérdezni, hogy, hogy belülről jönnek nektek új fejlesztéseket, amiket ti eladtok az OEM-ek felé, vagy pedig az OEM-ek keresnek meg feladatokkal benneteket? És is, 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 is. mind a kettő igaz <coughs> alapvetően. Ugye egyrészt az OEM-ektől kapjuk az újabb és újabb projekteket, nyilván az OEM-ek elvárása is változik. Például ugye a Cyber Security szerintem az egyik jó példa erre, hogy ahogy ugye bejött az autóiparba a Cyber Security, így a vevők felül az elvárás így megjelenik felénk. Ugyanakkor nálunk is van innováció, ami pedig ugye az új termékek, új ötletek megjelenését jelenti, és ugye azoknak a, a piacon történő eladását vagy beépítését ugye a meglévő termékeinkbe. Talán erre a másikra egy jó példa a, a Szírbájvár, amelyik, amely, amelyik mostanában alakul ki, azt kell, hogy mondjam, és ez egy igen szoros együttműködése a, 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 a beszállítóknak és az autógyártóknak, hogy hogyan alakulnak ki azok a biztonsági követelmények, azok a biztonsági architektúrák, megoldások, amelyekkel hát azért egy nagyon nagy új követelményt, kihívásokat ö, megfogalmaz, Ugye a Seed by Wire a, 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 a nem biztos, hogy mindenki tudja, ahol nincsen már kormányoszlop Igen. A, a rendszerben, és csak elektronika köti össze Igen. a kormánykereket a a, a kerék, Igen, jel. pont ennek a technikai megoldásáról ja. beszéltünk Szepivel ja, az előző epizódunkban. de hát ez mindig érdemes megismételni. Nem is megoldás, hogy az... kihívás, hogy jó, szerintem még. Igen, igen, még azért az igen, kihívás fázisban igen. van, de hogy ez, ezt nem lehet elég hangsúlyozni szerintem, hogy ez mekkora változást tud hozni, meg, meg mennyire máshogy kell gondolni innentől fogva. másik a ilyen terület az önvezető autók is, talán akkor lehet, hogy erről is most. Érintőlegesen. És az, igen. hogy, hogy ott már egy önvezető autóban a kormány, a fék, a a, 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 gáz, a hajtáslánc, az egy-egy aktuátor. Hogyan igen. lehet ezeket összeintegrálni és, és úgy e, e, egységesként kezelni? Ez megint egy, egy más architektúra, egy gépkocsi architektúra, ezeknek hogyan lehet megfelelni? Tehát ezeken és, folyamatosan dolgozunk. És tudod, ezt úgy megcsinálni, egy hiba esetén már nem lehet a sofőrre számítani, hogy ő Persze. akár gondolkodást, akár mechanika energiát. És hogyan lesz lehet a fékkel kormányozni, a kormányjal fékezni, stb. 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 Ugye lehet mindent, igen, a használni. Így van, Hát ezek nagyon nem egyszerű kérdések. Így van. Több, több, sokan küzdenek ezzel most, és, és jól mutatja azt, hogy az összes ilyen jellegű fejlesztőközpont az bővül, bőven, és egyre több ember gond, dolgozik. Csak a beszállítók, hanem maguk az OEM ek is, tehát ők Igen. is benne vannak ebbe. És nem csak a válaszokat keresünk, hanem a kérdéseket is Így van. Minél mélyebbre esünk, annál -e több kérdést találunk. És nem csak kérdések jönnek itt, ugye, nem csak klasszikus műszaki kérdések jönnek elő, hanem azért itt ez már sok. Felvet. Egyébként mond, tök jó, hogy mondtad, hogy, hogy, nem csak a növekedést tartjátok előtt, hanem azt, hogy a folyamataitok hatékonyságán is folyamatosan fejlesztetek, ami szerintem a hosszú a a kulcsa, mert hiába veszel fel nagyon sok embert, hogyha maga a folyamat az nem fenntartható, akkor annak csak a a súlya lesz egyre nagyobb, és egyre nehezebb lesz kiavítani. Igen, és hogyha az üzletbe visszatérünk, ugye, mint üzletág Budapesten alapvetően, ugye <laughs> a, a célunk az az, az hogy a legkevesebb költséggel jobb. a legnagyobb értéket teremtsük meg, tehát ilyen szempontból is nagyon fontos, hogy a folyamataink élhetőek, optimálisak legyenek, azért, hogy tényleg ne kelljen redundásan foglalkoztatni kollégákat, inkább mm. fektessük azokat az erőforrásokat a jövőbe, vagy akár újabb projektekbe. És hogyan lehet megtartani azt a, azt, a, azt a, amit a startupra jellemző volt, hogy hogy a vevőnek minden kívánságát azonnal rögtön kielégítjük, mert emiatt ez egy népszerű mm. tulajdonság. Mm -hmm. És az, hogy lehet sikereket elérni. Lehetőleg az adott terméket minél többször felhasználjuk, mert, mert az meg a hatékonyságnak a, a, a kulcsa. Igen. És ezt a kettőt hogyan tudjuk összerakni és együtt csinálni? Szerintem. Ez, ez, ez a mostani útkeresésnek. Itt van Ennek a kulcsa az agilitás talán, amit Így van. már Így van. korábban is mondhatok több olyan dolgot, ami már ezt a harangot megkongatta a fejemben, hogy itt ez ez nektek egy kedves téma valószínűleg. És, uh, ez és is folyamatosan igen. alakult ki tulajdonképpen. Folyamatosan, igen, alakul, meg alakult is, meg alakul is ki. Uh, valójában ugye, hát... 2022-ben, amikor azt mondjuk, hogy agilitás általában az emberek már mindig így egy kicsit hátraítják, hogy. De nekem is egy én, én, én Igen, alapvetően a célunk az az, hogy hogy a munkavégzésünk hatékony legyen, tehát hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, tudjuk, hogy mik a feladatok, a megfelelő feladatok, a megfelelő kompetenciájú kollégáknak ki legyenek osztva, Az információ áramoljon ugye a, a, a feladatvégzés közben, annak érdekében tényleg, hogy a szinergiákat megtaláljuk, optimálisan dolgozzunk, a hibákat, ugye minél előbb kiavítsuk, és utána a terméket sikeresen elvigyük ugye az áhított sop mm. Tehát alapvetően a cél, cél, az ez. Most, hogyha rásütjük azt, hogy agilis vagy nem agilis, igazából persze fontos, hogy tudjuk, hogy, hogy mi mentén haladunk előre, de alapvetően ez a fajta hatékony munkavégzés az, ami, ami így vezérelvként mm. megjelenik. De még, még egy a követelményekben, hogy tíz évvel ezelőtt a rendszer szállítás az úgy nézett ki, hogy három havonta az autógyárnak leszállítottunk egy rendszert, letesztelve, és azt mondtuk, hogy akkor jó, ebbe kiavítottuk az előzőnek a hibáit, beleépítettünk újabb és újabb funkciókat, és akkor ezt lehet használni, és akkor azt elkezdte teszelni, vizsgálni, és közben az újabb három hónap múlva szállítandó rendszeren dolgoztunk. Ez ma úgy néz ki, hogy ez hetente, két hetente várjál az autógyárhoz, hogy szállítsunk ez ugyanazokkal a fejlesztési módszerekkel, irányítási módszerekkel nem működik. Tehát az, hogy két hetente egy teljesen letesztelt rendszert leszállítsunk, egy ilyen komplexitás mellett egy biztonságkritikus rendszernél, ez teljesen más módszereket igényel, mint a három havonta való szállítás. A vevő a követelményben nem csak azt adja meg, hogy milyen műszaki tartalmat szeretne végé látni, hanem azt, hogy az ő folyamataihoz hogyan illeszkedjünk. Tehát, hogyha ő két hetes ciklusokban dolgozik, elvárja, hogy egy egy stabil uh, maturitással tudjunk szállítani neki megfelelő funkciókat mm. két hetente, ami illeszkedik az ő uh, ciklus idejeihez. Uh. Ugye ez egy uh, nagy konfliktus a historikusan inkább ilyen részeket gyártó cégekkel, mert ugye amikor még kormányoszlapot csinál egy cég, akkor ott váltani a, változtatni a dizájnon, vagy új modellt kiadni, az, az nem két hét, az fél év, vagy nem tudom, mire az új szerszám elkészül, ezt le lehet gyártani. Viszont onnantól kezdve, hogy már szoftvert szállítunk, ez sokkal inkább flexibilis és sokkal gyorsabb tud lenni. És hogyha ezt a ezt a szemléletmódot nem tudja a cég felvenni, abból szokott lenni a nagy konfliktus, meg a nagy feszültség szervezeten belül. És egy mai autóban a legtöbb beleült munkaóra az a szoftverben van. Igen. Bármennyire egy mechanikus szerkezet. Hát igen, mondjuk így a szoftver az elég tehát azért az autó ö, életciklusában, vagy, vagy hogy elég későn is igen, jelent meg, szóval abszolút. azért ott, ott annak a használatában még sokkal kevesebb tapasztalatot gyártunk, és ez látszik is azért. A, tehát ma bármilyen Autós hírt olvas az ember, nem arról van szó, hogy mechanikailag valami gond van az autókkal, néha az is, de 95%-ban. Hogy nem lesz hír? Igen, abból, Igen, abból ez nem lesz az, hír. Azt valahogy, úgy, valahogy el van intézve, viszont a szoftveres dolgokat, azokat meg nagyon meg tudják még érezni, az, az még az ügyfelekig el tud jutni. Tehát. Ennek Igen, de... azt hogy ezek a mai autók ezért megbízhatóbbak, mint a 30 igen. évvel ezelőtti, vagy 50 igen, évvel Igen, kedvencem az, hogy ó, a még, az a régiben még anyag volt, az meg azt még így meg lehetett, meg úgy meg lehetett, meg ezt. Aztán kiderül, hogy a Trabant összesen 60 ezer kilométert mentek egész életében. Pontosan, igen, igen, igen. Amikor azért letudunk egy, nem tudom, München oda vissza, nem tudom, két napon belül egy, modern autóval, és meg se se az autónak, se az embernek, igazából, mert ugye kényelmesen tudjuk ezt az egészet véghez vinni, az azért egy erős kontraszt egy régebbi képest, ami mondjuk az autópályás hosszú mert azt egy hengerfejesedéssel jutalmazta uh, a <laughs> végén. Igen. No, hát én nekem még, még, belém még egy kérdés szorult, Dávid, nem tudom, hogy neked van-e még. Uh, Ki veled? van -e még? Mert hogy uh, Szeppivel egy kicsit a technológiai jövőről jövőbe tekintettünk bele, most már nálatok is pedzegettük azt, hogy a hazai uh, cégnek milyen irány, irányai lesznek, de hogy, uh, hogy, hogy lesz... Merre felé fogjátok vinni a, a, a céget? Merre felé fogtok uh, uh, irányulni itt a jövőben? Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb irány az, hogy a fölhamozott know-how-t, amit az autóiparban uh, sikerült összerakni, e ezt próbáljuk uh, alkalmazni. Már van is egy ilyen irány, tehát uh, a Tiszen belül uh, elindultunk abban, hogy például elektromos kompresszor, az elektromos autókba a, a hűtés fűtésért felős kompresszor vezérlésért felős rendszert fejleszünk. Uh -huh. Ezt semmi köze a kormányzáshoz, Ugyanakkor nagyjából hasonló teljesítményű, hasonló struktúrájú hardverről van szó, és mindazt a know-how-t, amit fölhalmoztunk a, a kormányrendszer fejlesztésénél, itt is alkalmazni. Ehhez hasonló irányzatokban, illetve nyilván amiről beszéltünk, itt a, a, a az autodinamikai vezérlés szamályozás rendszereknek az irányában, tehát az önvezető támogató rendszerek irányában zajlanak kutatások, fejlesztések a cégnél, ezek nyilván útkeresések, hogy ezen kívül, amit nyilván főcsapás irányként még hosszú ideig magunk visszük, milyen irányba tudunk még kitekinteni. Tehát akkor a meg meglévő tudásnak a szín... Most ez a szinergia, szólt ezt amúgy kicsit ez is az agilitás, de hogy ezeket ezt újra szeretnétek használni minél inkább, minél több területen. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kincs, a a a amit hasznosítani kell. Üzleti szempontból az hogy ott, ott vannak, már az emberek ezt tudják, csak egy kicsit másra kell alkalmazni, és nem a szokásos Igen. környezetben. Meg az is nagyszerű, hogyha maga a szervezet már egy kicsit így a, a dobozon kívül gondolkozni, most ilyen csúnya magyarsággal élve, és más területekre is bekacsingatni, hogy mi ezt tudnánk-e csinálni, vagy nem. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy fontos, és, és hát nyilván a, az egyfajta töblábon állás az mindig egy előny tud lenni, és, és mondom még egyszer, hát ha tudunk valamit, akkor azt próbáljuk meg hát. minél többször eladni. <laughs> Hát ez szerintem egy nagyon jó. Kiváló záró gondolat. Kiváló záró gondolat, és igen, ez, ez, szerintem ementén uh, éljünk mi is minél inkább. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Uh, én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, nekem tök érdekes volt. Nekem köszönjük is is szépen a, lehetőség, a lehetőség, lehetőséget. Mi is Köszönjük, hogy eljöttetek. És jó, a, jó volt. a hallgatóktól pedig azt szeretném ki hallgatóinktól, nézőinktől azt szeretném kérni, hogy mindenképp, mindenképpen osszátok minél jobban a Behind the Blueprint-nek az igényét. Uh, osztatok minket újra mérj inkább a social felületeiteken. Uh, Facebookon, Instagramon uh, elérhetőek vagyunk, illetve hát az összes podcast platformon, amit amit éppen találtunk az első keresésnél. Uh, Spotify, Apple Podcast, uh, Google Podcast, és a többi, és a többi. Úgyhogy van van lehetőség több több helyen is elérni minket. Hallgassatok, kommenteljetek, és tartsatok velünk a következő adásban is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.